az achievementek, amik hiányoznak. A Liberation, ami igazából az, hogy vissza kell szereznünk valakit a banditáktól, akit elrabolnak, nagyon kevés az esélye, nagyon-nagyon kevés az esélye, hogy ezt összehozzuk. Van a Bug Hunter, ami nem tűnik annyira nehéznek, meg kell szerezni a csótányokat, várni kell, és megint csak szerencsésnek kell lenni, de nem annyira szerencsésnek talán, hogy beadjon nekünk egy eventet, ahol valami táblákkal akarnak majd kommunikálni velünk, akkor kell őket lefújni. Oké, és van itt ez a Cuckoo's Nest, ahol meg kell üríteni mindenkit a shelteren belül. Ehhez is rohadt szerencsésnek kell lenni, mert ritka az, amikor beadja azt az eventet, hogy mindenki megbolondulhat. Nem is tudom most így hirtelen, hogy ezt hol lehetne megszerezni, és melyik játékmódban, stb. Szóval emberek, segítsetek nekem! Szerintetek challenge-et indítsak, és ott az egyszerűbb ezeket megcsinálni? Vagy inkább maradjunk csak egy sima apokalipsznál, mondjuk kezdve egy közepes nehézséggel, és akkor ott. De nagyon rég nem játszottam ez a játékkal, ha jól kell teljesítenem. Úristen, mindent elfelejtettem, most jut eszembe. Mert nem is tudom, mi volt az, amivel pedig egyszer majdnem beadta nekünk azt, hogy mindenkit meggyűríthetünk. A tudásot visszük rá elsőnek. Hát először majdnem beadta nekünk, hogy mindenkit megüríthetünk, de nem nyomtam, nem éltem a lehetőséggel ugye, és ez nagyon sajnálatos dolog volt. Ez az utamból kis hülye gyerek? Puska az 3-at is vitt. Nem, csak 2-t, akkor ezt visszük. Volt itt egy Dolores. Pont akkor, jaj, ez rossz választás, nem baj, Doloresért még visszajövünk. Még láttam egy medkitet onnan, ahonnan felszedtük a Mary Jane-t, szóval azt még jó lenne összehozni. És hát azért víz, meg kaja, meg ilyesmi, hát... Térkép is nagyon fontos, minden nagyon fontos ebben a játékban. Nincs olyan, ami ne lenne nagyon fontos. Íz, na jó, most kéne egy-két kajára fókuszálni. Családtagok itt megvannak most? Ja, csak nem számoltam el senkit. Egy balta sem ártana. Üha. Kicentízve vagy sem? Szerintem ezt kicentíztük. Nagyon jó, hogy lehoztuk például ezt a zsákot, a suitcase-t. Tehát ebben volt még egy csomó minden. Például volt balta a rádió itt lent. Várjunk csak, a suitcase-ben volt valami. Na, volt a suitcase-ben a rádió például. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez ahhoz képest, hogy én kihagytam most több hónapot, ez szerintem ez... Én ki vagyok békülve ezzel a kezdéssel, mit szóltak hozzá. Remek, megyünk tovább, valakivel most meg akarja gyilkolni a család egyik részét, nem majd, most mindenkit meggyűrítünk. Senkinek nem kell semmit csinálni. Unatkoznak, mivel foglalják el magukat. Miért lenne ott a balta, mint lehetőség? Ja, valami movie-szetet akarnának a TV hiánya miatt megcsinálni maguknak, de hát akkor nem tudunk se. Nem baj, haladunk az őrültség felé. Szerintem ez hozzáadódott a pontjaikhoz. Timikénk visszatért, és a suitcase-en kívül egyébként mindent visszahozott, ami remek hír, de micsoda? Összesen ennyi cuccal, 4 felszereléssel hozott 2 vizet és 1 kaját. Erre volt képes a... Na jó, nem, itt van, oké. Okay. Plusz 4 kaja. Plusz 6 víz. És hát sajnos elveszettem. Na hát ez... Akkor én már csak hátradőlök, basszus. Nincs mit csinálunk, Timi elhozott mindent nekünk. Ja, összevesztek. Mary Jane és az apja Ted. Valami movie karaktereken. Ki nyerné meg a harcot, hogyha 7 darab törp, vagy egy csapat vészlandi bandita, kinek adjunk igazat. Mindig a nő ki az igazság, jó? Hagyjuk rá a nőkre az igazat, mert ha nincs is igazuk, akkor is inkább meg kell adni nekik. Különben baj lesz. Timi, amikor visszatért a shelterből, de adtam neki maszkot, ez annyira bullshit ilyenkor, de mindegy, megsebesült, van csúnyán meghorzsolta a lábát, és elfertőződött a seb rajta. Úgyhogy az előző expedíció ilyen szempontból nem volt sikeres. Timit, hogyha meg akarjuk menteni, akkor vagy egy medkitet el kell használnunk most rá, vagy levágni a lábát a boltával. Mind a kettőre nagy szükségem van. Az a baj, hogy rohadt sok helyre kell használni a baltet, és rohadt sok helyre kell használni a medkitet is. De talán a medkitet az kevesebb szer kell használni. Na jó. Meggyógyítjuk. Kereskednének velünk. Nagyon jó, nézzetek, elhasználtuk a medkitet, és itt van! Egy saktáblát egy medkitre? Mennyire szerencsés.
saktábla, nem saktábla, mindegy, tök mindegy, odaadjuk neki a játékot, és akkor megkapjuk a medkitet. Nem mondod, már is el kell használnunk? Ilyet meg nem is láttam. Az előző éjszaka Ted felébredt arra, hogy mintha valaki halálsikoly lenne, mint egy gyilkosságnak a halálsikolya. Nagyon meg volt ijedve ettől, mintha valami csápos mutáns, radioaktív csápos mutáns lett volna az arcán, erre ébredt fel. De kiderült, hogy csak ja, Mary Jane rálépett. Saját lányát egy radioaktív csápos mutánsnak hitta a sötétben, hát ez remek. Nem baj, Ted ezt nagyon komolyan vette, és rosszul érezte magát, és most szüksége lenne egy medkitre, hogy kigyógyítsuk. Nem látom, hogy sérült lenne, szóval lehet, hogy ezután sérült lesz, de kockáztassuk meg, hogy nem. Van, hogy bejön, hogy nem. Timmy visszatért betegen. Széttört a... Aj, ez nem jó. Hozott viszont cserkészkönyvet. Hát ez nem volt szerencsés. Timmy, ilyen másodszorra gyógyítalak vissza, hát milyen izé... Milyen ember vagy. Fos teljesítmény, igazán fos teljesítményt hozol most, Timmy-kém. Jaj, a kutyus! Nem tudunk rávilágítani a kutyusra. Minden, nem is kell nekünk pancake. Kár érte! Elmegy. Na nem baj. Ez úgyis csak jót tesz az ember sanity-jének, ha van kutyája. Ez orvosilag vagy tudományosan bizonyított dolog, hogyha az ember szőrös dolgokat tud simogatni, ez boldoggá teszi az ember lelkét. Tehát a sanity-nek a valóságban is jót tesz az, hogyha egy kis szőrös állat van, akit lehet simogatni. Át tudjuk alakítani a backspray-t, megint csak medical supply-é. Remek, de várjatok, van egy olyan achievement, ami nekem még nincs meg, a Bug Hunter, amivel meg kell szerezni a csótányokat, oké. Utána persze fel fogja dobni, hogy öld meg őket, de ne tedd. Lesz egy event, ahol valami olyasmit mond, hogy kommunikálni akarnak veled fatáblákkal talán, akkor kell őket lefújni rovarírtóval. Tehát nekem a rovarírtót meg kell, hogy most hagyjam, hogyha ezt az achievementet meg akarom csinálni, pedig nagyon jó lenne átalakítani a medkittét, de most nem tehetem. Ez itt nagyon nehéz lesz. Fogyott a kajánk. Timmy! Hallasz engem? Timmy, hozz kaját! Timmy az utolsó reménységünk. Hát, ha megosztanak nekünk valami helyszínt, ahol... Vagy még jöhet az idősek otthona, meg a suli. Amit ki tudunk rabolni. Vér tapad a kezünkhöz, de lesz kajánk akkor majd. Timmy, hoztál kaját? Timmy! Ugye nem vizet hoztál. Mit hoztál? Egy kaját? Egy kaját és elvesztetted közben a térképet? Erre futott a Timmy? Ki akarlak rúgni? Mész kifele, menjél ki! Tűnés kifelé a shelterből, le is lássalak innen, fiam! Nem bírlak, Timmy! Nem ülhetünk itt tovább, valakinek el kell indulni a radioaktív wasteland-en. Ki legyen az, aki kimegy? Ez független az expedíciótól. Hát akkor Timmy. Mi? Csak simán elzavartam a bunkeremből. Nem, Timmy nem halt meg. Elküldtem a francba? Mi? Ez az az event volt, amikor csak azt kérdezte meg a játék, hogy melyik családtagomtól akarsz megválni, és én azt mondtam, hogy mennyi hülye gyerek? Mi ez az volt? Jó, akkor ezt az achievementet már nem tudjuk megcsinálni, de tudunk más achievementet megcsinálni. Vissza tudunk valakit még szabadítani. Oké, de visz, és van még egy olyan achievement, amikor a csótányokat várjuk. Mivel lehet értékes dolgokat találni még kint? Mennyi ezzel? Csak tök mindegy, mennyi ezzel. Legalább nem lesz így nagy baja talán. Valaki veri az ajtónkat hangosan. Kinyissuk el. Szerintem ez nem. Lehet Mary Jane verte az ajtókat. Elkedjetek be! Elkedjetek be! Rick Mary Jane. Nem baj, legalább egy emberre kevesebbet kell letetni. Nem is tudok, mert nincs kajám. Dolores. Tehát a férfit küldöm ki utoljára. Először a gyerekek, aztán az asszony. Dolores! Menjél a cserkészkönyvön! Érezd jól magad kint a pusztító radioaktív wastelandon. Oké, át tudunk menni a szomszédnak a kis vázáját, vagy a bontos házát kifosztani. Azt hiszem a vázája alatt volt valami értékes szép, amit kifoszthatták. Hát tedd a dolgod. Tedd a dolgod.
Oké, 59, jaj Istenem, ezt inkább nem mondtam volna. 59. nap. A kártya. Erre volt szükség. Na, van egy X-el jelölt dolog a térképen. Megnézzük-e, hogy mi van ott. Szerintem ez volt az utolsó nap, szóval Ted a következő napra meg fog halni, úgyhogy ha megnézem, ha nem, itt most vége. De adjuk meg az esélyt. Egy játék. Átmegyünk, kockáztatjuk az életünket a széfért. Kártya. Játék. Kockáztatjuk az életünket a X-ért jelölt helyen, ahol mindig kaja van, most játék. De hát ugye nincs, valamiért tisztítani kéne magukat. Ennél betegen már nem lehet, szóval nem. RIP! Dolores! Miért nem jöttél haza? Éhező férjedet, miért nem etetted meg? Az lenne az egyetlen dolgot, hogy teletöltsd a hasamat. És hazajöttél, Dolores? Nem, kit blémeljünk a halálért? Tedet. Ja nem, Dolores-t. Medkit nélkül, vagy medkit kivételével egyébként minden megvan, úgyhogy az nem rossz. Kaját kell szereznünk, szóval ezek mind nagyon jók lesznek. És hiába adom rá maszkot, van egy olyan érzésem, hogy nem fogja megmenteni, vagy betegen fog visszajönni, vagy valahogy megsérül majd útközben, de azért menjen ki. Timikém majdnem mindent visszahozott, hozott két vizet, megint két vizet, és ennyi, csak vizet volt kint. Hát pedig kaja kéne. Timi. Nem erről beszéltünk. Nem tudjuk a rádiót meghallgatni. Timi, mindenemet odaadom. Legyél nagyon szerencsés odakint. Térképet is megkapja? Most fog kelleni a térkép, szóval... Bár a gyaloggaloposok már voltak, de... Menj el. Visszahozta az ammót. Nem hozott kaját? Timi szerencsére mindent visszahozott, amit odaadtunk neki. Megint vizet hoztál? Timi, te hülye vagy? És amúgy még az ammót is kiküldtem, amivel medkitet lehet szerezni, értitek? Megint megkapja az ammót, tessék. Medkit, hozzá medkitet, kérlek szépen. Ne csak a medkitet, kaját is. Ha fiamban nem bízhatok, ezeket többet szülni. Szüljetek ti is sokat. Az egyik nem lesz jó, ott lesz a másik. Abban legalább még lehet bízni. Tennek hogy kinyílt a szeme, azt mondja, na végre valami történt, valami jó. Timi, kétszer is lehetőséged lett volna megmenteni ezt a családot. Hányszor mentetted meg ebből? Ó, cserélhetünk medkitet. Amúgy nem, miért cseréltem medkitet? Hát most hozott volna medkitet, hát töltényt adtam neki oda. Ez is vizet hozott! Ez vizet hozott, ez is! Ez a két gyerek, ez teljesen hülye! Úristen! Itt éheznek napok óta, mind a két gyereket megkérem, hogy hozzanak kaját! Erre 30 napon keresztül vizet hoznak! Ez hülye! Jó, ne szüljetek gyereket! Ne! Szülhettek egyet, szülhettek kettőt, úgyis fogyatékos lesz az összes! Halljatok meg mind! Nem is akarlak látni titeket. Mellett vége, amúgy nézd meg, ő milyen jól érzi magát itt. Az ő jól érzése, ő még nem számít. Tehát, hogy az, hogy a két szülő meghalt, miért van vége? Mert úgy igazán élhetne a gyerek is magától tovább, nem? Egyre nehezebben tudom kommentálni ezt a játékot, ahogy fogy a türelmem, azt figyeltem meg. Ez az! Mary Jane megőrült? A második nap! A lánynak nincs túl sok szenit ilyen. Oké. Okay. Nem beszélgettünk vele két napig, Mary Jane kutykuty! Kotkodácsba vágta magát. Erről van szó. Ha az őrült lányt kiküldöm, akkor mi van? Visszajöhet? Menjen ki az őrült lány. Hozz nekünk egy pár tucat, és közben többit meg tudjuk küldíteni, és aztán visszajön, akkor őrült lesz az egész family. Ah, csak jöjjön vissza az őrült lány, csak jöjjön vissza az őrült lány. Most mindent erre teszek fel, hogy az a lány visszajön vagy sem. Őrültként csak visszajöhet. Csak visszatalál, így kimegy. Csak visszatalál valahogy haza. Tehát addig-addig őrültkedik ott, ameddig valahogy haza jön, vagy nem. Na, történt valami. De hogy lehetsz ennyire szerencsétlen, te foslány? De tényleg? Csak azért, mert őrült, nem tud visszajönni haza? Timi, gyanúsan sokáig vagy el. Hol vagy, Timi? Nem tudunk segíteni a gyaloggaloposoknak. Hazajött. Az mi az ott az a vízmennyiség, Timi? Viszont a térképet 6 vizet! Hogy bírtál el 6 gallon vizet a hátadon? Plusz egy zseblámpát.
Ez most oda tette neki. Timikém. Visszavonlak minden rosszat, amit eddig rád mondtam. Ennyit nem is tudunk inni. Ketten nem leszünk ilyen sokan. Ted nem jött haza? Mi? Timi hősiesen felvette a harcot a shelterbe lévő összes rossz eventtel, túlélte, hozott egy csomó vizet, majd Ted és az anyja nem jött haza. Kétszer küldöm ki a szülőket, és nincs kedvük hazajönni. Családtagok, először őt kapjuk fel, mert nagyon idegesít a tubája. Fú, de rendkívül rossz hangja van ennek a tubának. Szóval őt kell... Mi? Mit fogtam meg? Nem is ezt akartam. Aztán egy gyereket. Egy folyadékot. Folyadékbevétel az fontos. Aztán az asszonyt, mert őt is hozni kell. Térkép. Látom a suitcase-t, nagyon fontos a suitcase. Jó helyen a víz, nem tudom ki teszi a párnája alá, de azért pont kézzel volt. Medkit, rádió. Megint csak egy víz. Aját nem kéne elfelejteni. Múltkor picsen tisztük. Családtagok megvannak. Konyhában, beszabadultam a konyhában, mint a konyhás léni, bum bum bum, megzabálom az összeset. Van ez még egy-két, a puskát még lehet, hogy elhozhatni. Opmám. Puska. Balta. Rovarírtó megvan? Ennyi fér most ebbe az időbe bele. Nem annyira kicentízve, mint előzőleg, de azért szerintem meg lesz minden, amit csak kell. Milyen jól szituált mindenki. Pont az volt a suitcase-ben, ami kellett volna még, amit a csótányos achievementhez szükséges, szóval ez remek. Unatkoznak. Bár tudnám őket szórakoztatni, megint csak ugye azzal, hogy tévészettet rendezek be nekik, hogy eljátszanak egy színdarabot, de nem. Ez lesz, várjátok, lehet ez lesz a kör, amikor összehozok az őrültséget. Most nagyon durván elkapják tőlem. Mi az, hogy Bence kegyetlen? Bence az Achievement Hunter, így szólítsatok csak. V Achievement Hunter Bence. Ez a becsületes nevem. Meg is érkeztek. Azt, amilyen szép az a csótányot, azt nézzétek. Tanultunk valami nagyon fontos leckét, nemrég. Hogyha nem tudom megszabadulni a csótányoktól, az csak azt fog jelenteni, hogy még több csótányt fog bevonzani, és ez nem lenne túl ideális. Úgyhogy valahogy szabaduljunk meg tőlük. Az achievement eljárása szerint csak akkor szabad őket megölni, hogyha kommunikálni akarnak velünk, szóval én még nem fújom le őket. De egyelőre jól haladunk. Timikém, menjél kifele. Jó, mindent kapsz. Még ezt is félted. Hát legyen ez. A kártyával lehet jókat hozni, hát akkor ez is hasonló tírű. Timi a 23. napon nem jött vissza úgy, hogy 3 cucca küldtem ki, plusz egy suitcase-szel. Ki fog így kaját hozni? Akkor legalább kiküldtem volna rögtön a Mary Jane-t is például. Mindig is akartunk maguknak állatokat. Egy kutyát? Vagy egy macskát? Ja, de nem a csótányokat. Megint meg kéne szabadulni tőlük. Mert most már lassan olyan nagyok, mint egy kis kutyus. Csóri Timi. Csóri Timi, Csóri család, aki itt számított erre a Timmerre, erre a kis Timi fiúra, hogy akkor most kimenjen és hozzon nekünk cuccot. Az apja beteg! És a Timike így cserbe hagyja. Egy kis gangster. Amúgy felruháztam itt a család legjobb felszereléseivel, azt itt hagyja a családod. Tényleg erre várt, hogy nyi, apa, anya, megkaphatom a suitcase-ben a legértékesebb túlélő felszerelésekkel. Elmennék én is felfedezni, hozok cserébe jó cuccokat. Tessék, fiam, Timi fiam, tessék, itt van a suitcase, itt van a pár legjobb zseblámpája, itt van a pár baltája, itt van a pár gázmaszkja, család örökség, hozzá nekünk jó cuccokat, tessék. Köszi, apa, hozok majd jó cuccokat. Azt elment és soha nem jött vissza. Vége! Game over, emberek! Pedig a csótányos vonalon most gyönyörűen haladunk. Visszaszámláltódtak a napjaink. Csótányok, diseased. Oké, tehát holnap vagy holnap után meg fog halni. Cockroaches, nagyon jó, nem. Gyerünk, még több csótány, ez az. Gyere. Nem, megbetegítette a lányt is, de nincs több csótány, ez az egy van itt. De ez hogy lehetséges? Már jöhetett volna, vagy 3-4 csótány ez idő alatt, és nem jön több. Ez pech. Ezt úgy hívják, hogy pech.
Ted megpihent. Egy erre a lapra ez fér. 35. nap. Ted! Ennyi. A Dolores visszatért, hozott magának medkitet egyébként. Kaját is, és mindent hozott a Dolores. Vagy mit mondott a Mary Jane? Ja, food, igen, akkor kaja miatt szaladt ki. A csótányoknak beadta, hogy kommunikálni szeretnének velünk. Igen, sőt, mi több, egy táblát is akarnak tartani, amire rá van írva valami. Amire az van erre a táblára ráírva, hogy Welcome in Peas. De vajon ez mi a tökömet jelenthet? Mit jelent? Mit jelent ez emberek ez a tábla, hogy így kommunikálnak velünk? Welcome in Peas. De milyen csótányok? Az az én kérdésem, emberek. Mert én itt nem látok csótányokat, én ezt egy csótányt látom itt a... Szóval ez egy csótány van itt, de mögöttem meg semmi ilyesmi, nincsen csótány, csak ez az egy, úgyhogy... Csak azért mondom, lesz egy event, ahol valami olyasmi, hogy kommunikálni akarnak a táblákkal, akkor kell őket lefújni rovarírtóval. Let's see. Megvan! Megvan a Backhunter, oké. Megcsináltuk az achievementet. Beszéltünk mi is a vezetőjükkel, csótányok vezetőjével. Azon a nyelven, amit a csótányok nem értettek meg. És ez pedig az erőszak nyelve volt. Az erőszak nyelvén kommunikáltunk a csótányokkal, lefújtuk őket és meghaltak. Na jó, mindegy, most akkor most, hát igazából nem is tudom most mit csináljunk. Akkor őrült hiányzik még meg az, hogy a banditáktól visszaszerezünk családtagot. Ez két nehezebb lesz. Egyé ki, hát tessék. Érezd jól magad. The end. Ja. Nem tudott visszatérni. Mi kín volt, mások elfoglalták a sheltert. Oké, lett egy achievement, mindjárt mutatom. Backhunter, tessék, itt van. Mutasd meg a csótányoknak, hogy ki a boss, ki a főnök. Ez az utolsó kettő lesz a legnehezebb, van egy ilyen érzésem, de... Hát végül is meg lehet. Köszönöm szépen a GG-ket, emberek, igazán rendes tőletek, meg köszönjük, hogy itt voltatok a mai nap. Sziasztok, és kellemes rédelést, hello.